1222. április 24-én II. András kiadta az Aranybulát méghozzá Fehérváron. Az Aranyfüggő ellátott királyoklevél a magyar jogtörténet egyik fontos állomása volt. Hatás az 1222-es kiadását követően évszázadokon át máig meghatározó. Ezért is viselik nyakukban, napjainkban is az Alkotmánybíróság tagjai nyilvános üléseken az Aranybula pecsétjének másolatát kibocsátása második András Árpádházi uralkodó nevéhez kötődik. Ahhoz a királyhoz, aki atyának, harmadik Bélának tett fogadalmat a Szentföldi hagyárat megszervezésére. Második András magyar lovagi sereg élén vett részt a Szentföld felszabadításáért indított, úgynevezett 5. keresztes hadjáratban 1217 és 1218 között. A Szentföldi hadakozásai során kivívta mind a keresztény szövetségesek, mind a muszlim ellenfelek megbecsülését. Anyai nagyanyja Konstancia antióhiai fejedelemről évén Jeruzsálemi királyság egyik oldalági örököse is volt. Ezért is vette fel később titulusai közé a Jeruzsálemi király címet. A hagyomány szerint a magyar történelem legismertebb dokumentuma a 800 éves aranybulla, most már több mint 800 éves. A rendi jogok alapjaként később gyakran hivatkozott szabadságlevél a királyi hatalom korlátozásának és a nemesi jogok kiváltságok garantálásának egyik fontos állomása volt a magyar jogtörténetben. A legújabb kutatások cáfolják azt a korábbi történészek által leírt tézist, hogy valamiféle palattaforradalom vagy engedetlenség miatt kellett volna kényszerből kiadnia ezt az aranybullát második Andrásnak 1222. április 24-én. Ma már úgy látjuk, hogy az uralkodónak eltökélt szándéka lehetett egy olyan új berendezkedés megteremtése, amelynek a központjában a király szemszögéből mind kétségesebb hatékonyságú, hatalmi támasztnak tetsző hagyományos ispánságok jogainak csökkentése, és a kormányzata számára megbízható személyek kulcspozícióba helyezése, vagyis a központi királyhatalom megerősítése át. Az aranybula kiadásának a mozgatórugója ez szerint nem a lázongók követelésének a teljesítése, hanem sokkal inkább a király saját érdekeinek a megvalósítása volt. Tartalmát tekintve elsősorban az uradalmakat és a magántulajdont védte. Az aranybula részben megtiltotta a birtokok eladományozását, illetve a becsületes szolgálattal megszerzett földek elkobzását védte a hazai érdekeket az idegenekkel szemben, amikor megszüntette a külföldi előkelők számára a birtokok és a tisztségek adományozását, valamint közjogi álláshalmozást vagy az azok örökletessé válását. Az arambula 11 cikkeje a szerviensekkel, vagyis a királynak katonai szolgálattól tartozókkal foglalkozott. Ebből öt tartalmazott olyan kitételt, ami a kis későbbiekben a nemesi előjók alapjául szolgált. Olyan elveket fogalmazott meg, amely alapokat adtak a nemesi adómentesség biztosításához, szabályozták a katonaki állítás kötelezettségét, de biztosították azt is, hogy szabad embert nem lehet törvényes bíró ítélet nélkül elfogni vagy javait elkobozni. Egyik legjelentősebb szakasza a Bulla 30. cikke az úgynevezett ellenási záradék. Ez biztosította a politikailag felhatalmazott körnek azt a jogot, hogy akár fegyverre is ellenállásra az uralkodónak, ha az megszegné a bullában foglaltakat. Ezzel a ponttal az aranybulla fontos és előremutató kezdeményezését jeleníti meg az árpátkori jogrendszer megindult korszerűsödésének, mivel a kötelezettségek és kiváltságok szabályozása révén megteremtette a rendi társadalom jogi alapjait. Beiktatta továbbá a sérelmek előadására alkalmas törvénylátó napot, augusztus 20-ához köthető, évenként egyszer kötelező jelenlétét a királynak, amely a későbbi rendi országgyűlések egyik első lépése lehetett. Az 1222-es aranybulla a hatalom megosztás, az elszámoltathatóság és egyszerűs, mint a jogállamiság elvét is magában hordozta. Az aranybulla 1222. évi formájúja akkor nem tekinthető véglegesnek. Már második Andrásnak is meg kellett újítani az egyházat felemelve, vagy negyedik Bél 1267-ben, Nagy 1251-ben az őség törvények beiktatásával egészítette ki, Hunyadi Mátyás ben de a koronázási esküjében valamennyi magyar király fogadalmat tett az oklevél jogi rendelkezéseink megtartására. Némi változás csak az 1687-es Soproni országgyűlés hozott, ahol első Lipót kérésére a rendek Buda visszafoglalás után eltörölték az úgynevezett elási záradékot. rendre összevetik kortásával az angol Magna Carta Libertátummal, amit első János adott ki 1215-ben, amely a feudális hűbéri viszonyokat konzerválta Angliában. Ezzel szemben a magyar aranybulla éppen a feudalizmus kialakulását akadályozta meg Magyarországon ami valószínű, hogy második András Szentföldi hagyálta során találkozhatott ezzel a jogintézménnyel, és ennek később jó hasznát is vette. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a Rubikon magazinnak az aranybulláról szóló külön számát. Megvalósult a Battyányi Lajos Alapítvány támogatásával. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára és tesztelje tudását!